A vallásszabadság kihirdetésének 453. évfordulóját ünnepelte ma délelőtt a Magyar Unitárius Egyház Tordán. Az ünnepi istentisztelet után megkoszorúzták az 1568-as országgyűlés egykori helyszínén található vallásszabadság emlékművet is. A Magyar Unitárius Egyház hívei és lelkészei a Tordai Unitárius templomban az 1568-as Tordai Országgyűlés és a vallásszabadság kihirdetésének 453. évfordulója alkalmából szervezett ünnepi istentiszteletre gyűltek össze ma délelőtt. Ne szidalmaztassék senki az religióért senkitől az előtti konstitúciók szerint, és nem engedhetik ezt senkinek. Solymosi Zsolt, a Kolozsvári János Zsigmond Unitárius Kollégium aligazgatója prédikációjában az elfogadásra és az egymás elviselésére hívta fel a figyelmet, hiszen manapság egyre gyakoribb mások megbélyegzése. Különös figyelmet kell szentelni Erdély egyik legértékesebb szellemi kincsének, a vallásszabadság törvényének, amit 1568. januárjában hirdetett ki a Tordai Országgyűlés. 453 esztendővel ezelőtt itt ebben a városban az Erdélyi Fejedelemség Országgyűlése egy egyedi határozatot fogalmazott meg a korabeli Európában, az úgynevezett vallásszabadság törvényét, ezáltal pedig Erdély és Erdélyen keresztül a magyarság egy olyan példát mutatott Európának, amely mind a mai napig igen fontos, tanulságos. Bár a Magyar Unitárius Egyház püspöke objektív okok miatt nem vett részt az ünnepségen, köszöntőjét Rácz Norbert Zsolt olvasta fel. Bálint Bencédi Ferenc örömét fejezte ki, hogy az ünnep alkalmával megadatott a személyes találkozás lehetősége. Kőrösi Viktor Dávid, Magyarország kolozsvári főkonzulátusának konzulja úgy fogalmazott, az egyházak tevékenysége 453 évvel a vallásszabadság kihirdetése után sem csupán egyházpolitikai, hanem nemzetpolitikai kérdés is. Amikor az egyházakkal való azonosulás, a magyar nemzettel való azonosulást is jelenti sok helyen Erdélyben, akkor különösen fontos azt érzékeltetni, és azt látni, hogy az emberek, a magyar közösség hitéletét meghatározó módozatok szabad megválasztása, az valójában a magyar nemzethez való tartozás módozatának is a megválasztását jelenti. Az ünnepi istentisztelet a Kolozsvári János Zsigmond Unitárius Kollégium diákjainak előadásával zárult. Ezt követően az ünneplő gyülekezet a vallásszabadság emlékművét koszorúzta meg. Ma délután Kolozsváron a belvárosi Unitárius templomban is ünnepi istentiszteletet tartottak.